Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Kis Máté evangélikus lelkipásztorral beszélgetünk, a komáromi evangélikus egyházközség vezetőivel. Már városszerte elkezdődtek a mozgolódások, hisz több helyütt nyári táborokra készülnek, a komáromi evangélikus gyülekezetben is gyerektáborra készülnek a nyár folyamán. Mik a részletek? Tiszteletes úrtól kérdezzük. Igen, nagy szeretettel várjuk a gyermekeket. Most már mondhatom úgy, hogy a megszokott keresztény napközis táborunkban. 3 éve vagyok itt, és minden évben megrendeztük ezt a gyerektábort, ami egy napközis tábor. Most idén július 8-a és 12-e között fogjuk megrendezni ezt a tábort, amire egyébként már elég szép számban jelentkeztek. Az a gyakorlatunk, hogy az előző években résztvevőknek mindig biztosítunk egy előregisztrációs időszakot. Ezt idén is így tettük, és már az előregisztrációs időszakban is elég sokan jelentkeztek a táborunkra. Tehát idén ez július 8 és 12 között, hétfőtől péntekig. Mi lesz a tábor témája majd? A téma, ahogyan eddig is, természetesen a kereszténység, és azon belül is most megismerhető Krisztus fog elénk kerülni. 5 napon át fogunk tanulni az Úr Jézusról, hiszen a legfontosabb talán az, hogy őt megismerjük, és a gyerekek is megismerjék. Emellett lesz egy nagyon izgalmas missziós történet, már ez is egy bevett hagyomány, hogy délutánonként megnézzünk egy olyan embernek az életét, akinek az életében valóság volt az, hogy az Úr Jézus Krisztust követte, és egy missziós szolgálatot vitt. Idén Charles Studd missziós történetét fogjuk megnézni. Ez egy picit kapcsolódik is egy korábbi missziós történetünkhöz, ugyanis Hudson Taylor, aki Kínában indított missziót, az ő egyik tanítványa, az ő egyik követője Charles Studd, aki szintén ebben a térségben folytatott missziós tevékenységet. Természetesen a hívő tartalom mellett, a keresztény tartalom mellett lesz sport, lesz játék, lesz kézműves, és remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Hála Istennek összeállt a szolgálói, segítői csapat is, úgyhogy már izgatottan várjuk a gyermekeket a gyerektáborunkba. Hány órától hány óráig tart majd a tábor, mikortól lehet érkezni? Illetve hogy képzeljük magunk elé egy, hát nem mondom, hogy átlagos napot, hanem egy izgalmas napot a táborban? Általában figyelünk arra, hogyha valaki dolgozni megy, akkor ő is tudja adni a gyermeket időben, tehát 3-4-8-tól biztosítunk már ügyeletet, de egyéni kérések alapján, tehát ha valakinek korábban lenne igény, akkor 7:30-tól is már itt vagyunk, de általában 3-4-8-tól 8:30-ig van ügyelet, és 8:30-tól várjuk átlagosan a gyermekek megérkezését. Ez így lesz idén is, és aztán 17 órakor, tehát 5 órakor van az elbocsátás, viszont meghívjuk a szülőket a missziós történetre, aki teheti és aki be tud kapcsolódni, azok már 4:45-től szoktuk várni, és akkor együtt hallgathatják már meg a gyerekekkel. Természetesen, ha valaki ebben nem tud bekapcsolódni, akkor pedig 5 órától viheti el a gyermeket. Hát mindig izgalmas, ugye? Először általában egy kis átmozgatás, egy kis sorverseny, egy kis sport, egy kis játék szokott lenni, azzal szoktuk kezdeni az alkalmainkat. Utána azért van egy kis 10 óra, és aztán délelőtt van a bibliai történet, ami mindig nagyon izgalmas. A bibliai történet után el szoktunk sétálni, és aztán elfogyasztjuk az ebédet. Még idén nem tudom, hogy hogy lesz pontosan, lehet, hogy itt helyben meg tudjuk oldani, de lehet, hogy megint el fogunk sétálni az étterembe, elfogyasztjuk a finom ebédet, és aztán utána szokott lenni kreatív foglalkozás délután, nagyobbaknak egy kis beszélgetés, csoportos beszélgetés, megbeszéljük az őket érintő témákat, és aztán a végén pedig van még egy uzsonna és egy kézműves foglalkozás, és ahogy már mondtam, a napnak a zárása az már, ahol a szülő megteheti, akkor ott közösen a szülővel van a missziós történettel, ami idén a Charles Studdnak a története lesz, az 4:45-től van. Tehát így szokott kinézni egy napunk, ebbe sok információ, de sok élmény és sok öröm is szokott lenni. Figyelünk arra, hogy egy megfelelő mozgás ki legyen elégítve, de arra is, hogy tudjanak pihenni. Természetesen mindig figyelünk arra, hogy milyen az időjárás. Ha nagyon meleg van, akkor próbálunk sátor alatt lenni, vagy olyan naptól védettebb helyeken lenni, ahol ez nem érinti őket. Tehát mindig a megfelelő körülmények között próbálunk a gyerekeknek megfelelő programokat adni.
elhangzott egy kult szó, a csoportbeszélgetés. Mennyi csoporttal zajlik meditában, és milyen korosztályok jelentkezését várjátok? Általában az az elvünk, hogy azokat a gyerekeket várjuk már, akik önállóan el tudnak lenni egy napot a szülő nélkül. Úgyhogy az óvodás korosztálynak a felső részét várjuk, tehát 5 éves kortól várunk már gyermekeket, egészen 12 éves korig, de előfordult már olyan, és ebben nem vagyunk túl szigorúak, merevek, hogyha egy 13 éves fiatal szívesen részt venne még a gyerektáborunkban, akkor nagyon nagy örömmel várjuk. Hogy hány csoport, ezt mindig azt szerint döntjük el, hogy a jelentkezésekben hogy van a fiúk, lányok és a korosztályoknak az aránya. Általában 4 csoportot szoktunk kialakítani ebből a felosztásból, és a nagyobbakkal kicsit komolyabb témák, természetesen a kisebbekkel meg inkább játékos, éneklős, beszélgetős foglalkozás van ilyenkor is. Ezt a korosztályt várjuk szeretettel. Az utolsó napon lesz-e valami nagy durranás, valami összefoglaló, ahol esetleg a szülők is jöhetnek majd? Mindig úgy szoktuk tervezni az utolsó napot, hogyha az idő engedi, akkor egy közös bográcsozás. Ha az időjárás máshogy akarja, akkor is egy különleges étellel szoktuk zárni az utolsó napot, és aztán meg szoktuk hívni a szülőket, akkor van egy ilyen záró alkalom, ahol eredményt hirdetünk, a sorversenynek a győztesét kihirdetjük, és meghívunk mindenkit a vasárnapi táborzáró alkalmunkra. Itt egy kis ajándékot is szoktak kapni a gyermekek, nem kell nagy dologra gondolni, de igen, a táborzárás az mindig egyrészt egy örömteli alkalom, hiszen jó látni, ahogy a gyerekek az egész hét alatt mennyi mindent magukra szedtek, és hogy milyen jó kis csapat, közösség alakult ki. Másrészt egy kicsit szomorúság is, hiszen nem látjuk majd ezeket a vidám arcokat, de általában a táborzáró az mindig nagyon jó hangulatú szokott lenni. Ott egy picit mindig tovább is mondani szoktuk a szülőknek, hogy inkább úgy tervezzenek, hogy 17:30-ra végzünk, és oda szoktuk bátorítani azért a szülőket, hogyha tudnak, akkor azon mindenképp vegyenek részt. És aztán vasárnap az Isten tiszteleten pedig beszokott számolni a gyerektáboros csapat arról, hogy mi volt a téma, egy vagy két éneket el szoktak énekelni, és ebből a gyülekezet is tud épülni. Mint ahogy az is örömteli, hogy akkor már a evangélikus egyházközség fölkarolja a fiatalokat és a gyerekeket. Lassan 3 esztendél működik az IFI klub, mi újság az IFI klub házatáján. Kapcsolódik is egyébként a gyerektáborunkhoz, ugyanis tavaly is, és tavaly előtt is, és idén is az IFI klubosok közül jönnek segítők a gyerektáborba, önkéntes segítők, ez egy óriási segítség nekünk, és nagyon hálásak vagyunk érte. Mind a gyülekezeti ifjúság, a gyülekezetnek az önkéntesei, és az IFI klubnak az önkéntesei azok, akik egyébként lehetővé teszik azt, hogy ilyen kedvezményes áron tudjuk adni a napközistáborunkat, hiszen akik itt vannak, és itt szolgálnak közöttünk, ők nem kapnak ezért pénzt, ők önkéntesen szívből csinálják. Úgyhogy ez nekem egy óriási visszaigazolás az IFI klub részéről is, hogy ők nem csak szórakozni jönnek oda péntekenként 7-től 10-ig, ahol egyébként nagyon jó a hangulat, nagyon jó témákat szoktunk beszélgetni, nagyon komoly témákat hoznak ők maguk is, és én nagyon hálás vagyok, mert sokszor talán azt gondolják, hogy nekik nagyon építő egy ilyen beszélgetés, de talán elmondhatom Piriti Kati nevébe is, hogy mi magunk is rengeteget épülünk és tanulunk a velük való beszélgetés kapcsán. Úgyhogy bátorítok minden fiatalt egyébként, aki középis iskolás korosztály, hogy nézzen be hozzánk pénteken 7 órától a generációk házába, 7-től 10-ig vagyunk ott minden pénteken, egy jó csapat, jó témákkal, jó dolgokkal, és hát ahogy a példa is mutatja, ahol kialakul egy jó közösség, ott megnyílik az önkéntesség is, és a segítés is, tehát nem csak a saját magukkal foglalkoznak, és az a céljuk, hogy ők jól érezzék magukat, hanem például most a klubból 4 fiatal is lesz, aki a gyerektáborban önkéntes segítőként fog részt venni, és egy hétig azért fog dolgozni, hogy a komáromi szülők gyermekei jól érezzék magukat a gyerektáborunkban. A gyerektáborban már túl sok kiadó hely nincs, bármi van néhány. Ha érdeklődni szeretnének ezzel kapcsolatban, vagy az IFI klubbal kapcsolatban akár, hogy vehetik még fel a kapcsolatot az egyházzal? Igen, még egy pár hely van. Általában az a tapasztalat, hogy az előregisztráció alatt vagy elfogy a teljes kijelölt helyünk, vagy pár darab maradt. Most egy ilyen 4-5 hely maradt még szabadon, tehát aki még szeretne jelentkezni, megteheti. Akár telefonon tud jelentkezni, akár a komarom.egyházközség.hu honlapra, hogyha fölmegy, akkor ott könnyen megtalálja, hogy hol tud jelentkezni, akár az e-mail címemet, a telefonszámomat is megtalálhatja, de be tudom mondani itt is, tehát az e-mail cím az EV, tehát evangélikusnak a rövidítése ev.komarom@gmail.com, ott lehet akár érdeklődni ezzel kapcsolatban, de a legegyszerűbb tényleg az, hogyha a komarom.egyházközség.hu honlapra föllátogatnak, vagy a telefonszámomat
számomon érdeklődnek, ami 0620-620-2781, és akkor a továbbiakban tudok segíteni. Talán ami még érdekes lehet, hogy a tábornak a díja 25 000 forint, ez teljes ellátás, 10 órai uzsonna ebéd és az itt lét. Ha valakinek ebben esetleg támogatásra van szüksége, akkor tudunk biztosítani egyéni igények alapján. Ez annyi, hogy ezt jelezni kell az irányunkba, és akkor ezt el tudjuk bírálni. És természetesen, hogyha testvérek jönnének, tehát egy családból többen jönnek, akkor ott a testvér kedvezményt is igénybe lehet venni, ezekről is lehet érdeklődni. Nagyon szépen köszönjük, és sok erőt és áldást kívánok a szolgálatukhoz. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy minél többen leszünk a gyerektáborba, és bátorítunk minden fiatalt, hogy pénteken 7-től 10-ig nézzen be hozzánk az ifi klubba.